betegek, meg nincs egyéb programunk, akkor mi igyekszünk minden hétfőn itt lenni, mert itt egy csomó ismerős anyuka van. Az egyik anyuka osztotta meg a Facebookon ezt a anyakommandot, és mondták, hogy most éppen védőnői termeknek a dekorációja készül, madarakat lehet készíteni, úgyhogy ebből beszálltunk. Ne csak ők legyenek már ott az asztalán, hanem legyenek ott anyukák is, úgyhogy gyorsan hárman be is álltunk madarakat vágni, meg madarat ragasztani. Remekül szórakoztunk, kedve a gyerekek meg itt egymással a tükörből néztük őket, hogy minden rendben van-e. És egy rakás madarat kivágtunk. Előző alkalommal voltunk, és akkor hát ő ilyet nem tud csinálni, és akkor nézelődött, és akkor egyszer csak leült. És én ilyet tudok csinálni. Tök sikerélményük volt. Azt mondták, hogy az a cél, hogy előbb-utóbb mindenhova eljusson. Úgyhogy majd kíváncsian figyeljük, hogy mikor jönnek meg a madarak az Óbuda utcai védőnői szolgálatnál is. De részt is vennénk benne, ha kiderülne, hogy oda csinálnák, akkor ragasztanánk mi is. Vörösvári úti védőnői tanácsadó. Ez volt a legelső helyszín, ahol készítettünk, és most már eljutottunk odáig, hogy most már egy kicsit cserélni kell a dekorációt, mert hogy elfárad, vagy rákerül valami, és akkor már szólnak a védőnők, hogy esetleg, hogy járjunk már erre, csináljunk vele valamit, mert nincs erre idejük. És azért nem mindegy, hogy milyen tér fogadja a kisgyerekes anyukákat, erre jöttünk rá. Csak most éppen azzal találkoztunk, hogy itt a reklám felület az egy kicsit nagyobb lett. A munkát azt a lányok, asszonyok teszik ebbe bele mindenféle oldalról, tehát az anyukák, akik eljönnek ezekre a foglalkozásokra. Ugye a madarakat, amik készültek a babaklubban, azt majd a Füstmilán utcai tanácsadóba fogjuk tovább vinni. Van még mit csinálni, és az a gyanúm, hogyha végére érünk, akkor kezdhetjük előről, tehát ezt is most tulajdonképpen ezt látni, hogy van egy karton, van egy két oldalú ragasztó, meg van egy kis elképzelés.